Kedves nézőink, most pedig két természetjáró túráról láthatnak rövid összeállítást. Április 4-én az ajkai természetjárók gyülekeztek a vasútállomáson, hogy részt vegyenek a kórház Ese Kankalin gyalogos túráján a csodálatos Cuha-patak völgyében. A közel 70 ajkai természetjáróhoz Veszprémben a nagycsaládosok egyesületéből még 54-en csatlakoztak, így több mint 100 természetjáró szállt le a Porvacseszneki vasútállomáson. Az állomást elhagyva a gyerekek megrohamozták a hegyoldalt, ahol az eddigi természetjáró találkozók emlékoszlopa áll. Akik felkészültek a vízi átkelésre, azok gumicsizmában, a többiek egymás segítve köveken, fatörzseken egyensúlyozva küzdötték le a kis akadályokat. Közben megálltak Gubányi Károly híd emléktáblájánál, ami a csodálatos Cuha-völgyi vasút tervezőinek és építőinek állított emléket. Később folytatódtak a vízi átkelések, hiszen 7-szer kellett átkelni a patakon, hogy megkóstolhassák a kőpince forrás hűs vizét. Aztán elérték a szalonna sütőhelyeket, ahol a megéhezett túrázók egyből nekiálltak az ebédre hozott finomságok elkészítésének. A vonat indulásáig még 4 óra volt, ezért a túrateknőcök vezetője úgy döntött, hogy felkeresik az ördögrétet. Sokan nem tudták, mire vállalkoznak, hiszen a rét eléréséhez egy 3 kilométer hosszú, kemény sziklákkal, farönkökkel tűzdelt szurdokban kellett gyalogolniuk. Visszafelé indulva egy könnyebb utat választva érkeztek a Vinnyei vasútállomás előtti játszótérre, ahol a festést is kipróbálták a gyerekek. Egy kis csapat gyülekezett a Veszprémi Sédvölgyi megállónál, hogy elinduljanak a VMK gyermek és ifjúsági csoport tavaszi Hérics gyalogos nyílt túrájára a Csatárhegyi kilátóhoz. Sajnos alig, hogy elindultak, egy nagy halom kidobott szeméttel találkoztak, ami a túrázókat igencsak elszomorította, hiszen egy településhez érkezve általában ilyen látvány fogadja őket. 1 kilométer gyaloglás után Veszprém szép házaiban gyönyörködhettek a résztvevők, a szépen kiépített sétány egy szökőkútnál indul és játszótérhez ér, ahol a gyerekek sorra kipróbálták a játékokat. Tovább indulva az 1240-ben alapított Domokos kolostor romjait is megtekinthették, ahol IV. Béla király lánya nevelkedett. Ezután a Veszprémi Völgyhíd alatt gyalogolva úgy döntöttek, hogy a Sétpatak mellett haladnak, 4 kilométer után érkeztek a Lackó forráshoz, ahol a kiürült üvegeiket megtölthették. Ezután az ördögrágta sziklákhoz érkeztek, a gyerekek felmásztak a sziklák tetejére. Tovább indulva kiérkeztek a Csatárhegy előtti rétre, ahol megcsodálták a tömegesen nyíló tavaszi héricset. Majd a Csatárhegyi kápolnához érkeztek, ahol a kilátót is felkeresték, így eléjük tárult a Márkói Völgyhíd. Ezután a magukkal hozott finomságokat megsütötték, és a hegyről leereszkedve 16 kilométer gyaloglás után érkeztek a Völgyhídhoz. A túrázók legközelebb a Tornapatak tavaszi vízitúrán találkoznak, április 26-án.